22. fejezet. Újabb hét telik el. Viki, akivel naponta beszélek, azt mondja, fásultnak érzi magát. Én is így érzek. Nem, mintha nem aggódnék Nick miatt. Egyfolytában rá gondolok. De pillanatnyilag nem vagyok cselekvésképtelen. Itt végzik a szülők. Emberek mellett megyek el az utcán, ezúttal San Rafaelben. Elhaladok mellettük, magam mögött hagyom őket, magányos és elhagyatott embereket. És ilyenkor mindig azt gondolom, hol vannak a szüleik. De most arra vagyok kíváncsi, vajon ez lenne a válasz? Lassan egy leszek közülük, egy szülő, aki elfogadta a vereséget? A szenvedésem a legkisebb mértékben sem volt Nick segítségére. Nem csinálok úgy, mintha ez nem történne meg. Mindent megteszek, amit csak tudok. Várok. Az örvény. Ez egy degeneratív betegség. Elképzelem az örvényt. Nem vagyok annyira fásult, bár csak az lennék. Néha túl nagy tehernek érzem, ami velem történik. Összeszedem magam. Randy egyfolytában hívja Nicket, és üzeneteket hagy kikapcsolt mobilján. Randy volt Nick mentőve. Nick néha felhív Zé mobiljáról, az még működik, és újabb üzeneteket hagy. Csak szeretném, hogy tudd, biztonságban vagyunk. Jól vagyok, találkozókra járunk, józanodom. Nick szerint a visszaesés egyszeri botlás volt. Csak 3 napig tartott, és már jól van. De minél tovább beszél, annál nyilvánvalóbban hallom a hangján, hogy drogozott. Várok. Olyan ez, mint távolból nézni egy rossz látcsővel egy pillanatokon belül bekövetkező vonat katasztrófát. Akik szeretjük őt, mind együtt érzünk vele. Karen és én, Viki és én, Randy. Mind tudjuk, és mégsem tehetünk semmit. Visszahívom. Nick, jusson eszedbe, mennyire veszélyes, ha nem jársz a találkozókra, mondom. Ne feledkezz meg erről, amikor a szerek hatása alatt álló agyad logikájára hallgatsz. Amikor gyógyulófélben volt és Randyvel dolgozott, éppen Nick magyarázta el nekem a drogok alattomos természetét. A drogok hatása alatt álló függő nem hihet a saját agyának, az hazudik. Semmi bajod nem lesz, ha bedobsz egy italt, elszívsz egy jointot, felszippantasz egy csíkot, de csak egyet. Azt mondja, elegem van a mentoromból. Azt mondja, semmi szükségem a gyötrelmes rehabra, ahol mindent előírnak. Csak addig szorultam rá, míg lejöttem a drogról. Azt mondja, boldogabb és teljesebb vagyok, mint életemben bármikor. Azt mondja, független vagyok és élek. És Nick azt mondta, hogy nem tudott hinni a saját agyának, ezért kellett Randyre, a találkozókra és a rehabra bíznia magát. És az imádságra. Igen, az imádságra, hogy tovább tudjon lépni. Nick, ennyit sikerült elérned. Hadd idézzelek téged. Mindent elveszítek, amit eddig sikerült elérnem, ha nem maradok a rehabon. 2 nap múlva szerdán Nick felhív, és akadozó nyelvvel arra kér, fizessem ki helyette a lakbért. Nem. Azt mondja, előre tudta, hogy nemet fogok mondani. Ezt a beszélgetésünk végére hagyta, miután végighallgattam ezt. Nagyon szeretlek, biztonságban vagyok. Rendesen szétküldtük magunkat, de hamarosan jól leszünk. Csak azért vettem be egy kis valamit, mert segít lejönni a metről, a kokainról és a hernyóról, és... Viki is nemet mond neki. Most péntek van. Szombaton semmi, vasárnap semmi. Egészen hétfőig semmi, amikor egy e-mail jön. Hello, apa! Kint vagyunk a sivatagban. Zé egy reklámot forgat idekint Joshua Tree-ben. Nincs térerő, és kölcsönkértem egy laptopot a stáb egyik tagjától egy percre. Bocs, ez az egész forgatás elég hirtelen merült fel. Mindegy, úgy is felhívlak, ha találok egy működőképes telefont. Forróság van itt, forróság és unalom. Zé a ruhákat állítja össze, én pedig itt írok az árnyékban. Ne izgulj! Van pár érdekes hírem is. Szeretlek. Nick.
Joshua Tree. Pihenő. Egy oázis. Még talán segítség nélkül is le tud jönni a drogokról. Talán rendbe jön. Két napig semmi, de Nick kim van a sivatagban, az árnyékban ír. A sivatagban is hozzáférhetőek a drogok. Késő este van, Karennel az esti felolvasás végére érünk. A Harry Potter vége felé járunk már. Dumbledore professzor meghalt. Halott. A legtöbb ismerős gyerek órákon át sírt, amikor ezt olvasták. Albus Dumbledore, Harry pártfogója, akinek történetét követve ezek a gyerekek felnőttek, halott. A gonosz győzött, és úgy érzem, elgyengültem a szakadatlan harcban. Csütörtökön Jaspernek foci meccse van tanítás után. Daisy úszni megy. Jaspert Karen, Daisyt én viszem el kocsival. Találtam egy csendes helyet a klubszoba sarkában, nem messze az úszómedencétől, ahol leülhetek írni. Felpillantva, a redőny lécei közül kinézve látom, ahogy egy test hasítja a vizet, és a medence szélén valakinek a lába kíséri. Daisy ússza a hosszokat. Az edző ez a magabiztos, napbarnétott, sportos alkatú férfi, összamerikai bajnok, aki mindhárom gyermekünket úszni tanította, legugol a sáv végénél, és onnan biztatja Daisyt, meg a többi úszót. Daisyt szem elől veszítem, eltűnik a kék dresszben úszó testek tömegében, míg meg nem jelenik újra a medence túlsó végén, ahogy erős karjával megteszi az utolsó csapásokat. Emlékszem, amikor idősebb bátyja Nick úszott ugyanitt, és szikár delfin teste hasította a vizet. Hé, apa fej, tűzzünk innen! Daisy az, a zuhanyból kilépve csöpög róla a víz, és egy strandtörő között tekert maga köré. Semmi hír. Úgy tűnik, mintha a pánik, amit ebben a válságos időszakban éltem át, enyhülne egy kicsit. Aggódom, de már nem betegesen. Kezdek jobban lenni. Elengedem a múltat. Szánalmasan próbálom tagadni a valóságot. Minden bizonnyal olyan vagyok, mint a katona a lövészárokban bombatámadás közben. Kiiktattam minden felesleges érzelmet, aggódás, félelem, és megújult agyam minden idegszálával a pillanatra összpontosítok a túlélés érdekében. Csendes háborút vívok egy olyan ellenséggel, amely annyira veszedelmes és mindenütt jelenlévő, mint maga a gonosz. Gonosz. A gonoszban sem hiszek jobban, mint Istenben. Ugyanakkor azt is tudom, csak is maga a sátán tudott kieszelni egy betegséget, melynek egyik tünete az önámítás. Így a betegek azt is tagadják, hogy fertőzöttek lennének, ezért nem tartanak igényt rá, hogy meggyógyítsák őket. És megrágalmazzák azokat is, akik kívülállóként jól látják, mi történik valójában. Vacsora után Jasper arra kér, kérdezzem ki matekból, és felmondja nekem az új szavakat is, amiket ezen a héten kellett megtanulnia. Utána együtt olvassuk a Mad magazint. Lefekszem, és előveszem az egyik regényt az éjjeli szekrényemen felhalmozott könyvek kupacából. Soha nem fogom tudni elolvasni ezeket a könyveket. Olyan fáradt vagyok, hogy elolvasok egy oldalt vagy kettőt, és már alszom is. Karen is lefekszik mellém. Egy oldal, két oldal, elalszom. Megszólal a telefon. Nem veszek róla tudomást. Félállomban úgy döntök, ez csak a szerelő lehet, akit megkértünk, hogy tegyen árajánlatot néhány munkára. Úgy gondolom, ráér reggelig. A telefon újra csörögni kezd. Holnap majd meghallgatom az üzeneteket. De mégse, Karen azt mondja, jobb, ha most hallgatom meg őket. Az első hívás Nick keresztapjától jött. Nick felhívta és hagyott egy üzenetet. Oaklandben van. A barátom hangján ijegység érződik. Azt mondja, bajba került és segítségre van szüksége. Nem tudom, mit csináljak. A szívem zakatol. A következő üzenet Vickitől jött. Nick őt is felhívta és egy hasonló üzenetet hagyott a rögzítőjén. Hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Joshua Tree-be mentem, mert nem akartam, hogy aggódj, amiért valójában Oaklandben vagyok. Tiszta vagyok, bajba kerültünk, és pénzre lenne szükségünk, hogy megvehessük a repülőjegyet Los Angelesbe.
Zavaros történetet ad elő arról, hogyan kerültek oda, és a sztori azzal zárul, hogy egy crackfüggő otthonában vannak, aki bekattant és le kell lépniük. Nick Oaklandben van. Brutus lomhán elindul utánam az emeletre fáradt mancsaival a betonpadlón csoszogva. Vizet eresztek a teafőzőbe, és felteszem a tűzhelyre. Visszahívom Vikit. Nem tudja, mit csináljon. Küldjön-e pénzt repülőjegyre, vagy sem? Megértem a helyzetet, de azt mondom, ne küldjön. Ha Nick engem kért volna, csak akkor lennék hajlandó segíteni neki, ha vállalja, hogy bemegy a rehabra. Akkor talán. Leteszem a telefont. Felhívom Nick keresztapját. Már nyugodtabb, mint akkor volt, amikor az üzenetet hagyta. Ezt figyeld, mondja, amiközben bejátsza nekem Nick üzenetét. Nick hadarva beszél, összemossa a szavakat. Segíts, apát nem hívhatom fel, nem tudom, mit csináljak. Kérlek, hív vissza. Z-mobil számát hagyja meg. Annyira szomorú ez az egész, mondja a barátom. Egyrészt azonnal kocsiba ülnék, és elmennék érte Oaklandbe. Másrészt legszívesebben kitekerném a nyakát. Megint ez a helyzet. Nick előkerül, és be lesz drogozva. Valami okból szinte abnormálisan nyugodt adja, végig gondolom, mit fog csinálni. Ide jön hozzánk. Mit csináljunk, ha így dönt? Vagy Karen szüleit keresi fel, mint amikor Nancy ott találta őt a földszinti hálószobában. Lehet, hogy megint betör hozzánk. Karen kilép a hálószobánkból. Mit gondolsz, megint elmegy Nancyhez és Donhoz? Ugyanaz a gondolat aggaszt mindkettőnket. Nick valószínűleg nem megy oda, de mi van, ha mégis? Arról beszélünk Karennel, hogy felhívjuk-e a szüleit. Csak felidegesítenénk őket. Rosszabb lenne viszont, ha nem figyelmeztetjük őket, és Nick mégis megjelenik náluk. Telefonálunk nekik. Hova mehet még? Másnap Nick újabb üzenetet hagy a keresztapjának, és egy másikat az anyjának, amelyekben elmondja, közben megjött a crackfüggő pasi barátnője, és adott nekik pénzt a repülőjegyre. A Corte Madeira-i könyvtárban dolgozom. Egy halom könyv hever mellettem. Elhoztam a laptopomat. Írok és írok. Próbálok rögzíteni valamit, ami megint gyorsan kicsúszik a tudatomból. A telefont lehalkítottam a könyvtár miatt, így csak a rezgést hallom, amikor veszettő rázkódni kezd az asztalon. Felveszem a készüléket az asztalról, hogy ne zavarjon senkit a zaj. A kijelzőn halványzölden világít Nick barátnőjének a száma. Semmi kedvem végighallgatni egy újabb hazugságot. Kinyomom a hívást. Később, amikor a gyerekek elé megyek, hogy felvegyem őket az iskolánál, meghallgatom az üzenetet. Nick elmondja, az ével együtt úton vannak haza Joshua Tree-ből, és hamarosan olyan helyre érnek, ahonnan már tud hívni mobilon. Szó szerint ezt mondja. Hello, papa! Úton vagyunk Joshua Tree-ből hazafelé, és hamarosan tudlak hívni. Nem csak a hazugság ténye döbbent meg, hanem annak körmönfontsága is. Mondhatta volna azt is, hogy visszaértem Los Angelesbe. Vagy az is elég lett volna, ha felhív és csak annyit mond, hogy hello. Ő ehelyett előadta újra az eredeti hazugságot, és még hozzá is toldott valamit, újabb részletekkel díszítve fel azt, hogy eszembe se jusson kételkedni benne. És nem is kételkedtem volna, ha nem tudom, hogy az egész hazugság. Sokat hallottam már arról, hogy a függők hazugságok egész hálóját szövik maguk köré. A különböző szerek használói mindennel kapcsolatban hazudnak, és elképesztően jól csinálják, írja Stephen King. Ezt hívják beteges hazudozásnak. Nick egyszer elmondott nekem egy példát, ami az anonim alkoholisták körében már közhely számba megy. Egy alkoholista ellopja a pénztárcádat, és hazudik valamit. Egy drogfüggő ellopja a pénztárcádat, és utána segít keresni. Felmerül bennem, hogy a drogfüggő el is hiszi, hogy meg fogja találni. Meghallgatom párszor az üzenetet, szeretnék emlékezni rá. Talán elfelejtette, hogy az anyját és a keresztapját is felhívta, és elmondta nekik, milyen szörnyű veszélybe került Oaklandben.
Vagy úgy gondolja, hogy mindazok után, ami történt, az én kedves barátom nem hívna fel engem, ha aggódik Nick miatt, mert szörnyű veszélybe került egy crackfüggő lakásán Oaklandben. Még mindig nem tanulta meg, hogy az anyja, akivel együtt ülünk ezen a pokoli hullámvasúton, úgy is felhív engem, hogy megbeszéljük, mit tegyünk, ha egyáltalán tehetünk még valamit. És nem csak azért, hogy megbeszéljük, mit tegyünk, hanem azért is, mert beszélgetni szeretne valakivel, aki ugyanúgy szereti Nicket, ahogy ő. Az üzenetnek még nincs vége. Már nem mossa össze a szavakat, rendben van a hangja. Azt mondja, hiányzom neki, és szeret.